Tegye figyelmet szükségeteket Szent Igéjére, hogy elterjedjen a A Balog Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium fennállásának 20. évfordulója alkalmából érkezett Paksra a Pécsi Egyházmegye püspöke dr. Udvardi György. Az intézmény heti ünnepi programsorozatának részeként a főpásztor szerdán délután ünnepi szentmisét tartott a Jézus Szíve templomban, majd az iskolában tett látogatást, ahol az oktatási intézmények fontosságát hangsúlyozta. Az egyház lényegéhez hozzátartozik az embernek a nevelése, és ennek egy kiemelt, kiváló eszköze minden társadalomban az iskola, ahol nem csak értelmi nevelés folyik, hanem a teljes embernek a nevelése, értelmi, érzelmi, akarati nevelésben, és ráadásul itt mi intézményeinkben arra Jézus Krisztusra irányítjuk a figyelmünket, akiről hittel valljuk, hogy az emberi élet számára azt az utat mutatja, amelyre mindannyian vágyakozunk, vagyis a boldogságnak az útját. A Balog Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban a paksi és a tolnai intézményekben összesen 505 diák tanul és 50 pedagógus dolgozik. Az iskola vezetője Stallenbergerné Madarász Veronika az eltelt 20 év történéseit pozitívan élte meg. Soha rosszabbat nem kívánhatok senkinek se. Az elmúlt évek bebizonyították nekünk és a kollégáknak és szülőknek, gyerekeknek, hogy erre az iskolára szüksége van a városnak. Ez egy békés közösség, ahol református, evangélikus, katolikus gyerekek együtt tanulnak, református, evangélikus, katolikus pedagógusok együtt dolgoznak. Valamennyien próbálunk olyan gyerekeket nevelni, akik a tőlünk kapott értékeket magukkal viszik, és felnőttként is emlékeznek arra, mi mindent kaptak ebben az iskolában. Az intézmény bejárást szeretett vendégség követte. Az ünnepség sorozathoz kapcsolódóan a rajzkiállítás megnyitója és a jótékonysági est már lezajlott a Csengei Dénes Kulturális Központban, a továbbiakban farsangi bált, pénteken pedig hagyományteremtő szándékkal jótékonysági bált szervez az iskola vezetés.